Profi pályafutása legnagyobb sikerét érte a Genfben Fucsavics Márton, aki megnyerte az 500 ezer euró összdíjazású ATP 250-es alakpályás versenyt. A nyíregyházi teniszező már a torna első körében jelezte, hogy nagyszerű formában van, ugyanis 6-1-6-2-re kiütötte az ötödik helyen kiemelt spanyol Ramoszt. A második fordulóban az amerikai TFU ellen 7-6-6-4-enyel sávolt Attila tanítványa, majd következett a legutóbbi két Genfi torna győztese, a városban élő háromszoros Glenszem győzte Svájci Vavrinka. A hazai kedvenc ellen 6-4-6-nóra nyert Fucsovics, aki aztán az elődöntőben az amerikai Johnson ellen először került szethátrányba a tornán. Az első számú magyar férfi teniszező fordítani tudott, és a 2-6-6-4-6-1-es siker azt jelentette, hogy készülhetett a német golyovcsik elleni döntőre. A világranglista 43. helyén álló riválisnak nem sok esélye volt a fináléban. Marci 6-2-6-2-re nyert, így Taróci Balázs 1982-es Hilversumi sikerét követően ismét van ATP torna a magyar tenisznek. Érdekesség még, hogy a Genfi versenyt 1980-ban rendezték meg először, és az első torna győzelem Taróci Balázs nevéhez fűződik. Fucsovics 250 világranglista pontot szerzett, és ezzel a karrier csúcsot jelentő 45. helyre lépett előre az ATP rangsorban. Sok pihenésre és ünneplése nincs Marcina, mivel kedden a Roland Garros első fordulójában a kanadai Vasek Pospisil ellen lép pályára.